Ezek a nagykálói önkéntes tűzoltók ezentúl már éles helyzetben hivatásos szakemberek nélkül is kimehetnek a tűzesetek és a műszaki mentések helyszínére. Az egyesület már közel 100 éves a településen, jelenleg 18 fő alkotja a csapatot. Ez a jelenlegi csapat ez körülbelül 5 éve formálódik, és azért, mert fiatal, hivatásos tűzoltók is vannak benne. Azt gondolom, hogy ez adta meg hozzá azt a kellő erőt, hogy a nem hivatásos tűzoltók is fel tudták venni a ritmust. Az elmúlt 2 évben fogalmaztuk meg azokat a célokat, amit most elértünk, és azt gondolom, hogy a megyei katasztrófa védelem vezetőivel, tisztségviselőivel közös munka gyümölcse az, hogy idáig eljutottunk. Az önkéntesek szakképesítéssel, tűzoltóautóval és más a mentésekhez szükséges eszközökkel is rendelkeznek. Eddig egy tájékoztató SMS-t kaptak, ezentúl azonban már rögtön riasztják őket. A munkájukat egy hivatásos tűzoltó is segíti mentorként. A megyében a nagykálói már a 4. önkéntes csapat, aki kiérdemelte az önállóságot. Megyénk élen jár a katasztrófa védelem terén. Az itt élő emberek érzik annak a nemzeti ügynek a súlyát, hogy a katasztrófa védelem elhárítása, a bajok és katasztrófáknak a megelőzése, megakadályozása az mindegyikünk közös felelőssége. Az, hogy az önkormányzatok támogatják ezen kezdeményezéseket, az pedig becsülendő, de a szabolcsi ember mindig is arról volt híres, hogy volt kitartása, várta az eredményeket, és nem csak ült a babérjein, hanem mindig is cselekvőképességet mutatott. A nagykálói csapat önálló működése azért is előnyös, mert a település körülbelül 16 percnyire van a nyíregyházi tűzoltóságtól. A helyi tűzoltók azonban a riasztástól számított, legfeljebb 12 percen belül elindulnak a helyszínekre, közölte az országos tűzoltósági főfelügyelő. Mint személyi, mint tárgyi feltételeket prezentálni kell. Ez azt jelenti, hogy megfelelő képesítéssel rendelkező, tűzoltó iskolákkal rendelkező kollégáknak kell lenni. Ez tűzoltás vezetői jogkört, illetve gépjármű vezetői, szivattyú kezelői, kisgépkezelői képesítéssel kell rendelkezniük, és hát emellett folyamatos készenlétet is kell. Azt nem említettem a beszédemben, de természetesen ezért ez átvállalt feladat, ezért minden hónapban 100.000 forintnyi támogatást kapnak, ez csak készenléti eszközöknek, a felszereléseknek a karbantartására és felülvizsgálatára lehet felhasználni. Az országban jelenleg összesen 600 önkéntes tűzoltó egyesület működik, ebből 42 hivatásosok nélkül is dolgozhat.